s modrým ohňom. Izgalmas kísérleteket is megtekinthettek azok az ilavai iskolások, akik a Győri Baross Társaság meghívására érkeztek kedden a Mobilisbe. A két város kapcsolata 1992-ig nyúlik vissza, amikor Baross Gábor halálának 100. évfordulóján először jártak a győriek a szlovák településen. Azóta diákjaink már az ilavai diákolimpián is bizonyítottak, cserébe ők számos kulturális programot felkerestek a kishalföldi megyeszékhelyen. Ez persze csak néhány a meg annyi közös esemény közül. Valamikor tavasszal voltak itt az ilavaiak, és a rektor úr által rendezett találkozón fölmerült az, hogy létezik egy bizonyos mobilis központ Győrbe. Megragadta a figyelmüket, hogy a Szlovákiában ilyen nincsen, és akkor elhatározták, hogy elhoznak egy osztálynyi csapatot arra, hogy a tovább tanulásuk szempontjából fontos ismeretek miatt ezt megtekintsék. Ne felejtsük el, nagyon sok felvidék jár át naponta felvidékről az egyetemre, illetve több győri középiskolába, ez a kapcsolat továbbiakban folyamatosan erősödik. A két város képviselői fontosnak tartják a kapcsolat folyamatos ápolását, ez ugyanis a jövőre nézve is fontos lehet. Nagyon örülünk, hogy újra ellátogathattunk Győr városába. Külön öröm számunkra, hogy a diákokat is elhozhattuk Ilaváról, főleg, hogy a Mobilis mellett az egyetemet is meglátogathatjuk. Ezúton szeretnék köszönetet mondani dr. Földesi Péter rektor úrnak is. A két város barátságát Baross Gábor személye köti össze több mint 20 éve. Reméljük ezt tovább tudjuk gazdagítani a régi és új programjaink segítségével. A Mobilis és így Győr nem csak a gyerekek számára, hanem kísérőiknek is felejthetetlen élmény nyújtott. A gyerekekkel még nem voltunk, de most meg akarjuk mutatni nekik a historikus centrumot a Győrbe, és most ezt a Mobilis centrumot, no és meglátni a más Magyarországot, no, és hogy milyen élet itt van, a gyerekek kíváncsiak. A kíváncsiság pedig a tudományt is érintette. Az ilavaiak szívesen kapcsolódtak be az interaktív kísérletekbe. A Mobilis sokszínűségét pedig jelzi az, hogy a vendégek szlovák nyelven hallgathatták a nem mindennapi előadást.